színhelye, kettő tászom, mert egy kevés nékem. Újra a Disznótoros Fesztiváltól hangos a Sóstói Múzeumfalu. A Böllér versenyre az ország különböző pontjairól érkeztek csapatok Nyíregyházára, köztük határon túli résztvevők Erdélyből és a Felvidékről is. A fesztiválon a mulatozás mellett a gasztronómia kapta a legnagyobb hangsúlyt. A rendezvényre látogatók megismerhették a húsfeldolgozás teljes folyamatát a szúrástól a kolbász töltésig. Akik éhesen érkeztek, megkóstolhatták a böllérek által készített különlegességeket, hagymás sültvért, hurkát, kolbászt, toroskáposztát és a legkülönfélébb disznótoros finomságokat. Pont a sertés is egy olyan állat, amelynek a orrahegyétől a farka végig minden porcikáját földolgozzuk. És minden korban megvolt ennek a módja, hogy hogyan. És ahány ház annyiféleképpen. Tehát olyan színes ízek, illatok vannak egy-egy ilyen rendezvényen, amely mindenkit nagyon nagy örömmel tölt el. A gasztronómiai programok országszerte hatalmas sikert aratnak, ezekben pedig egyre nagyobb hangsúlyt kap a hagyományőrzés. Az idei nemzetközi böllérverseny 19. volt a Nyírségben, népszerűsége pedig töretlen. A Disznótoros Fesztiválnak már az első napján rekordszámú 15 ezer látogatója volt. A magyar emberek, legyenek, lakhatnak bárhol is, nosztalgiával viseltetnek ez iránt, az esemény iránt, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan rendezvény, amely nem csak egyfajta dologra megy rá. Nem csak arra, hogy együnk vagy ígyunk, hanem arra is, hogy egy autentikus környezetben majd autentikus kultúrát adjon. Vasárnap kocsonyával, levesekkel, frissen sültekkel és sok egyéb finomsággal bővült a gasztronómiai kínálat. A fesztiválon volt csilievő verseny, farsangi mulatság, a hagyományőrző együttesek mellett pedig népszerű előadók váltották egymást a színpadon.